Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, egyfajta összegzésre invitáltam meg ma a hazánk agrárpolitikájának, agrárgazdaságának egyik jeles képviselőjét, állandó vendégünket és szakértőnket, Zászlós Tibort. Tisztelettel köszöntöm. Tiszteletem mindenkinek, köszönöm. Hát jószerivel befejeződött az agráresztendő, én azt hiszem, hogy sikeres volt, de erről majd hosszabban. Előtte azonban lezárult a küldött gyűlések sorozata, megtörtént a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idei választása. Erről azért tessék néhány szó, hiszen Fejér megyében ez kiemelten fontos, a Mezőföld szívében élünk, úgyhogy egy néhány gondolatot kérem mondjon erről. Fejér megyében és a Mezőföldön is fontos, én úgy fogalmaznék, de fontos az egész ország gazdái számára, hogy van egy olyan érdekképviseletük, amely segítőkezet tud nyújtani, amely adott esetben a kormányzattal együttműködve, vagy megoldásokat keresve tudja a gazdákat segíteni abban a rendszerben, amit az Európai Unió mezőgazdaság politikája gyakorlatilag meghatároz egy bizonyos ciklusra, és most 20-ig azt az időszakot éljük, amely keretén belül kell a gazdáknak minél jobban tudni lehívni a támogatásokat, ezt megfelelően felhasználva javítani az eredményességükön, és hát olyan innovatív megoldásokat találni és alkalmazni, ami biztosítja nem csak a megélhetésüket, hanem ebbe a változó világba a jövőjüket is. És ezért voltak fontosak ezek a választások, ahol gyakorlatilag minden egyes választókörzetbe az országba, ott is, ahol két lista volt, mindenütt a MAGOSZ, az összefogás listája győzött. Tehát a gazdák igazából letették a voksukat a jelenlegi agrárkamarai rendszer mellett. Nyilvánvaló, hogy a megyei választások, amelyek megvoltak 22, 23 és 24-én, azok mutatták, hogy jó pár megyébe azért változás történt, így Fejér megyébe is a megyei elnök vonatkozásába változás történt, és az alelnökök tekintetében is volt változás. Nyilván ezek a személyi kérdések meghatározottak, a tekintetben, hogy az adott megyébe tudják a tagok a legjobban, hogy kikkel gondolják el a jövőjüket, kik azok a személyek, akik a képviseletüket és az érdeküket, a jövőjüket legjobban tudják támogatni. Ugye még az országos küldöttgyűlés előtt állunk, az országos listák is elkészültek, majd arról értelemszerűen beszámolunk a későbbiekben. Most akkor jöjjön az összegzés, és kezdjük a növénytermesztéssel. Ez egy fontos esztendő volt, meglehetősen zaklatottan indult, hiszen ahogy megszokhattuk, most is szeszélyes volt az időjárás, itt a Mezőföldön is, de aztán kiderült, hogy mégsem. Tehát itt a kettősség bennem is bennem van, hiszen úgy indult az esztendő, hogy kevés volt a hó, több volt a fagy, aztán, tehát nagyon változékony volt az időjárás. Mennyire befolyásolta el ez a mezőgazdaságot, a növénytermesztést? Rendkívül előteljesen. Hogy szerkesztő úr fogalmaz, nagyon hektikus és változatos volt az időjárás, ez már megmutatkozott tavaly ősszel abban, hogy azok a búzafajták, amelyek a késői érésidejűek, azok rosszul bokrosodtak. Tehát már tavaly ősszel a késői búzafajták rosszul bokrosodtak, és hát ez eleve azt jelentette, hogy bizony tavasszal ugye ezt nem tudja pótolni, és már is kevesebb termés lesz. A csapadékok pedig jellemző módon nem csak ritkán jöttek, hanem a ritkaság mellett egyszerre jött nagy tömegbe és nagy intenzitással. Ez ugye a talajba való felszívódásokat hátráltatta, tehát a csapadékvíz megmentését egy része nyilvánvaló elfolyt, és a növény nem tudta hasznosítani. Ez bizony azt jelentette, hogy ezekben az időszakokban nagyon nehéz volt megőrizni ugye a csapadék mennyiségét, és megfelelő komfortot biztosítani a növénynek. Ennek alapján a táblán belül is, például a kukoricánál,
voltak táblarészek, ahol valamilyen módon a csapadékvíz összefolyt, hogy akár 8-9 tonnás kukoricatermés is volt, és ahol pedig plató volt, ahonnan elfolyt a víz, ott 4-5 tonnákat is képes volt teremni a kukorica, vagy még kevesebbet. Tehát Fejér megyébe is, ahol a mezőségi talajok kiválóak, bizony nagyon-nagyon hektikus volt a termés eredmény. Viszont az árak nagyon picit emelkedtek, és ez egy nagyon fontos jelenség. Igen. Kukoricánál is jelenleg az áraink jobbak, mint a környező országokban. De ez többek között a minőségnek is köszönhető, mert függetlenül attól azért, ugye Szabó Gáborral szoktunk erről beszélgetni, mikor kint voltunk az aratásokon, tehát a búza és a kukoricára gondolok, hogy a búzánál az esés szám, a minőség először aggódtak, és hogy szárítani kell, de aztán kiderült, hogy a termés jó közepes ilyen szempontból, a minősége pedig szintén. Tehát, és bár először hektikus volt megint csak a tőzsde, mint mindig, de azért végén nem járt rosszul senki. Igen. Tehát ha a termés mennyisége csökkent is az idei évben, nem csökkent az ár olyan drasztikusan, mint ahogy azt bizonyos jóslások elővetítették. És ez nagyon fontos elem, hiszen a kukorica ára jelenleg magasabb, ahogy említettem, mint a környező országokért, és ez azért van, mert elkezdtük a feldolgozást. Végre valahára ma már országosan, ugye 3 nagy kukorica feldolgozó üzemel, igaz, hogy az utolsó az csak pár hónapja, de értelemszerűen Fejér megyébe 2, és Tiszapüspökibe a 3., tehát a keleti ország régióba is. Ez több mint 2 millió tonna kukorica feldolgozását jelenti. Ugye Szabadegyháza tudva levő Európa legnagyobb kukorica feldolgozója, és hát még 2 működik. Úgyhogy megfordult az a trend, amit eddig azt mondtuk, hogy a párizsi tőzsde, Matif, plusz a szállítás. Ezt lehet elérni, illetve mínusz a szállítás, mert oda kell elvileg szállítani, amikor exportálunk. Most ez megfordult, hiszen ha nincs hazánkba elég kukorica, akkor hozni kell, és Matif plusz a szállítási költség. Kivétel ugye az ukrajnai piacok, de ott ugye GMO-s kukorica is lehetséges. Tehát ez azt jelenti, hogy azért magasabbak az árak, mert ezen a szállítási költségen a gyárak, feldolgozók tudnak osztozkodni a termelővel. És ez egy nagyon lényeges kérdés. És itt van a jövőnek a kulcsa, amiről gyakorlatilag a kormányzat is ugye élelmiszer programot határozott meg idei évben. Ez egy nagyon fontos jelenség, hogy hosszú évtizedekre előre élelmiszer programunk van, ami a nyersanyag termelésünkből át akar váltani egy primér, szekundér vagy netán terciér feldolgozásra. No, állattenyésztés. Azt hiszem, hogy nagyban meghatározta az idei esztendőt a kormány döntése, tehát az áfa csökkentés jelesül, hiszen az 5%-os áfa megkönnyítette a sertéstenyésztők és a szarvasmarha tenyésztők dolgát is, plusz a nyers tej áfa csökkentése nem különben. Ezt azért mondom, mert hogy azért arra figyelemmel kellett lennünk, hogy az elmúlt esztendőkben jó néhány szarvasmarha tenyésztő, akik a tejágazatnak termeltek, már azon gondolkodott, hogy bármennyire is szomorú ettől, az állomány csökkenti. Tehát kényszervágásokban gondolkodtak, és úgy tűnik ez a tendencia megfordult. Igen, ha a szarvasmarha állománynak a mennyiségi változását nézzük, akkor azt hihetnénk, hogy nem volt válság a tejtermelésbe, és nem volt válság a szarvasmarhágazatban, hiszen növekedett a létszám, és érdekes módon növekedett a kistermelők által tartott szarvasmarha létszáma az elmúlt időszakban és az elmúlt évben is. És mivel a gazdasági társaságnál levő pedig stagnált, ezért növekedésnek lehetünk gyakorlatilag a tanúi. 2 nagyon fontos elem volt ebbe.
Idei évve már kilábaltunk szerintem minden idők leghosszabb és legmélyebb tejválságából. Ebbe nagyon sokat tettek az érdekvédelmi képviseletek is, így jelesül az Agrárgazdasági Kamara, és nagyon sokat tettek a kormányzati szervek, hiszen Európa legnagyobb támogatását kapták meg a tejtermelők Magyarországon. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kellett elviselni nekik nagyon-nagyon nehéz időszakokat, nem volt számukra rendkívül hátrányos ez a tejválság, de minden lehetőség szerint adott segítséget próbált minden szervezet kormányzati részről és érdekképviseleti részről is megadni, hogy át lehessen vészelni, túl lehessen élni ezt a válságot. Sajnos páran nem tudták túlélni, ez teljesen egyértelmű, és viszont megerősödtek, és meg kell, hogy erősödjenek a termelői összefogások ezáltal, akár mint az alföldi tej jelesül, Fejér megye szép példája, hogy gazdáknak a tulajdonába, 105 gazda a tulajdonába van az alföldi tej, amelyik pont a legválságosabb időszakban tudta innovatív beruházásaival majd növelni a termelést, és hát terjeszkedni is tudott ugye a debreceni gyár megvásárlásával. Igen, hát az innováció a kulcs szó mindenképpen. Ugye nem feledjük, hogy szégyen teljes mondom én, volt, hogy 21 néhány eurócent volt a nyers tej literjének ára, és azért most már a változás megtörtént, köszönhetőnek a kamara, a tejterméktanács, illetve hát a szaktárca közös munkájának. Ahogyan tovább, az nyilvánvaló, ja, bocsássam meg még a sertés. Azt gondolom, hogy a tőkehús 5%-os áfája is sokat segített a gazdáknak. A áfa csökkentés az az Agrárgazdasági Kamara és a kormány közötti megállapodás alapján a gazdaság teljesítő képességének a függvénye, és folyamatosan csökkenni fog, ahogy a gazdasági lehetőségek erre módot adnak, és hogy ezt az elmúlt években tapasztaltuk is. Igen, a sertéspiac fehéredéséhez, tisztulásához nagy mértékben hozzájárult az 5%-os áfa, és hát a többi termékeknél is ez várható. A levágott sertések száma viszont folyamatosan emelkedett a idei évben is, tavalyiban is, és az idei évben is. Tehát mindenképpen, ha nem is olyan dinamizmussal, mint hogy azt a sertés program annak idején jósolta, hogy majd elérjük ugye 20-ra a 8 millió sertés körüli lehetőségeket, hát azt nem fogjuk elérni, de a növekedés az tartós, és meghatározó trendet jelent a sertéstenyésztők számára. Ugye új vágóhíd átadására került sor, és hát nagy veszély, de remélhetőleg az állategészségügyi szakemberek gátat tudnak vetni annak, hogy a sertéspest is, az afrikai sertéspest is hát letarolja az állományt, mert tudjuk jó, hogy az egy rendkívül agresszív betegség a sertéseknek, és amelyik országba úgymond beteszi a lábát, ott nagyon nagy küzdelem, annak a lokalizálása, a féken tartása, de a hatóságok ebbe mindent megtesznek. Hát ugyanúgy a baromfi ágazat, ha azt nézzük, hogy tavaly átélte a madárinfluenzát, azért a teljesítménye mennyiségbe csökkent, de mégis azt kell mondani, hogy az egyik legszervezettebb és a legjobban kialakított ágazat, amely még így is gyakorlatilag az egyik nagy-nagy meghatározója az állattenyésztésnek és az állati termékek forgalmazásának. És egyetlen pillanatra vissza kell a tejre térni, hiszen láthatjuk, hogy ebbe a válságba azért a kormányzati együttműködések alapján is, és az egyéni kezdeményezéseként is Kínába tudunk tejet szállítani, mert 7 feldolgozó kapta meg azt a jogot, hogy Kínába tejet, feldolgozott tejtermékeket, tejport, stb. Tudjon elhelyezni a piacokon. Erre már konkrét megállapodások is születtek, és ez egy nagyon fontos elem. Nagyon fontos elem a mezőgazdaság áttekintésénél az,
hogy az agrárexport az elmúlt 6 évben 37%-kal növekedett. Tehát ez egy igen nagy arány, és továbbra is az export többletnek az egyharmadát adja az országos export többlet vonatkozásába. Ez azért lényeges dolog, hiszen semmiképpen nincs 25%-os, illetve 33%-os részesedése, még az agrárbiznisznek sem. Tehát mindenképpen export vonatkozásába, ha az agrárbizniszt egybeveszem, tehát feldolgozót, és még azokat az ágazatokat is, akik valamilyen módon kapcsolódnak a mezőgazdasághoz, számítástechnika, és hagyd ne mondjam, hogy a precíziós gazdálkodás vonatkozásába, tehát valahol áttételesen a mezőgazdaságból élnek, azokat is beleszámítva sincs 33%, és ez az egyharmad export többlet azért nagyon szépen mutatja a magyar mezőgazdaság fejlődési lehetőségeit annak ellenére, hogy látható, hogy nem szabad figyelmen kívül venni Kelet-Európát és a keleti országokat, távolabb is tekintve, hiszen Oroszország 130 millió tonnás minden idők legnagyobb gabonatermesével rendelkezik az idei évben, és ez a jövőben meghatározó lehet, főleg itt Ukrajna tekintetében is nagy odafigyelés kell, azért, mert nyersanyagtermelésbe le tudnak és le is fognak győzni bennünket, ezért kell szövetkeznünk, és ezért kell tovább feldolgozni a termékeinket. Nem lehet kétséges, hogy ez a dolgunk lesz, hiába az eredményes esztendő, minden eredményes esztendő után ott van a következő, ahol új lappal kell kezdeni, de az alap szilárd és biztos, ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy nincs aggodalomra ok, hiszen az a potenciál, szellemi, gazdasági potenciál önök mögött áll. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és jó egészséget kívánok, hiszen ahogy az imént már mondtam, lesz dolgok jövőre is bőven. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, folytatjuk az Agrárinfót. Kulcson rendezték a kulcsi hatok, a legendás kulcsi hatok egykori otthonában a 16. állatorvosi emléknapot. Természetesen ott jártunk, egy összefoglalót nézzenek meg velünk. 16. alkalommal rendezték meg Kulcson a Fejér megyei állatorvosi emléknapot. A tanácskozás előtt a szoborparkban felavatták a kulcsi hatok a legendás állatorvos nemzedék negyedik tagja, Gúdjé Endre szobrát. Az elmúlt bő évszázad számtalan példát hozott arra, hogy egy-egy politikai kurzusváltás, egy-egy rendszerváltás, egyik diktatúra, másik diktatúra azt is magával hozta, hogy szimbólumokat, jelképeket, jelképpé vált alkotásokat leromboltak, elpusztítottak, és aztán egy rehabilitációs időszakban ezeknek egy részét újraállították, újra értelmezték, újabb diskurzusok folytak körülöttük, és folynak mind a mai napig. De persze vannak olyan művek, amelyekkel ez nem történik meg. Vannak olyan történelmi személyiségek, tudósok, jeles államférfiúk, jeles közéleti szereplők, művészek, akiknek a szobrai a kurzusváltásoktól függetlenül, attól függetlenül, hogy demokráciában, szabad világban, vagy diktatúrában élünk, vagy éltünk, mégiscsak a helyükön maradnak. Vagy legalábbis, ha nem is maradnak a helyükön, nem olvasztják be őket, nem verik szét őket, nem zúzzák szét őket, hanem jó esetben csak egy kicsit hátré teszik. Kevésbé frekventált helyre helyezik el őket. Ezt végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy talán, és ez volt a múltkori vitának is az egyik rezüméje, egyik, vagy nem egyik eredménye, úgy foglalhatnánk össze a vitának a rezüméjét, hogy azok a szobrok maradhatnak fönt, azok élik túl a válságos történelmi időszakokat is, amelyek vagy tőlünk nagyon távol levő történelmi személyiségeket ábrázolnak hitelesen, olyan személyiségeket, akiknek az életútját és életművét valamiféle közmegegyezés övezi, olyan széles körben elfogadott pozitív ítélet, amelyet az ideológiai változások, a történelmi fordulatok nem tudnak kikezdeni.
Szibert Gergely megyei főállatorvos házigazdaként büszke arra, hogy a magyar állatorvos társadalom a nagy elődökhöz méltóan teljesít, és hozzájárul az agrárgazdaság, az állattenyésztés és az élelmiszeripari ágazat fejlődéséhez. Én már 16. alkalommal rendezzük meg Fejér megyében a Fejér megyei állatorvosi emléknapot. Ennek keretében mindig megemlékezünk egy neves professzorunkról, illetve idén már 4. alkalommal szoboravatóra is sor kerül. Ez évben Gut professzornak avatunk szobrot, aki a Kulcsi 6. 4. tagjaként itt Kulcson töltötte el szabadságait. Ezen nap alkalmából minden évben odaítéljük a Lanczendre életműdíjat, amit mindig egy életpálya elismeréseként adunk oda, illetve egy fiatal állatorvosnak az év állatorvosa díjat, és mindig van egy úgynevezett állategészségügyért dolgozó kollégánk, akinél egy lényeg van, hogy ne állatorvos legyen, hogy igenis tiszteljük meg azokat az embereket, kollégáinkat is, akik az állategészségügyért, az állatorvosokért tevékenykednek. 20. születésnapját ünnepli a Magyar Állatorvosok Világszövetsége, azt hiszem, hogy ez egy jeles évforduló, és példa arra, hogy mi mindent köszönhetünk egyik oldalról az állatorvosoknak, másik oldalról pedig, hogy ez az összefogás milyen szakmai segítséget nyújt a mindennapokban. 1997-ben alakult meg a Magyar Állatorvosok Világszervezete, immár 20 éve minden évben két alkalommal valahol a Kárpát-medencében tartunk egy-egy konferenciát. Az idei őszi konferencián Kassán volt, ahol megemlékeztünk a 20 éves fennállásunkról. Nagyon lényegesnek tartjuk azt, hogy a szakmánkat, a szakmánk tudományos életét magyar nyelven vigyük el a Kárpát-medence valamennyi területére, még azokra a területekre is, amelyek jelenleg nem Magyarországhoz tartoznak. Kell, hogy beszéljünk, megjelent egy antológia, állatorvosírók antológiája, egy hiánypótló kiadvány. Én amikor beleolvastam, elcsodálkoztam, hogy milyen fantasztikus írások születtek. Honnét jött a gondolat, hogyan sikerült megvalósítani? Elnökünk Szibert István ötlete volt, hogy annyi írói vénával rendelkező állatorvos kollégánk van, akiknek már művei jelentek meg, akár kötetben, akár egy-egy magazinban, vagy bármilyen kiadványban, hogy gyűjtsük össze ezt. Ezt a feladatot én kaptam, de nagyon megörültem neki, ugyanis kollégákkal találkozhattam, beszélhettem, nem szakmai, tehát nem állatorvosi témákról, hanem irodalmi témákról, és megindult egy gyűjtés nagyjából egy évvel ezelőtt, és ennek az eredménye lett, hogy a 20. évfordulóra egy ilyen szép kiadvánnyal kedveskedhettünk valamennyi kollégánknak, illetve valamennyi érdeklődőnek. Az állatorvosi világnak nagyon fontos Kulcs település számára, fontos az állatorvosoknak, és fontos a településnek is, hiszen a Kulcsi 6-ok meghatározzák a magyar állatorvoslást. Azt hiszem, hogy ez egy remek ötlet volt, és kiváló megvalósítás immáron 14-szer. Igen, ez teljesen így van. Úgyhogy nem csak az állatorvosok tekintetében nagyon fontos, hanem Kulcs tekintetében is. Igen, meghatározzák történelmünk, és meghatározzák egybe jövőnket is. Ugye a Kulcsi 6-ok azok, akik az előző század elején olyan történelmi múltat tettek le elénk, amit ma folytatni vagyunk kötelesek. És ezen dolgozunk. Ugye sikerült, hála Istennek, a szobor avatásokban, helyesebben a 6-ok, mind a 6 orvosra vonatkozóan a szoborállítást a képviselőúrral megbeszélnünk. 2014-ben azóta is folyamatosan állítjuk a szoborot, és biztos vagyok abban, hogy a 6-at is föl fogjuk állítani, és ez Kulcson óriási turisztikai, nem csak turisztikai, hanem szakmai lehetőség is lesz.
A nemzetgazdaság számára rendkívül fontos az agrárgazdaság. Az agrárgazdaságon belül az állattenyésztés, és ha az állattenyésztésről beszélünk, akkor kiemelten fontos az állategészségügy helyzete. Ez pedig akkor lehet olyan, amilyennek megálmodták, ha az állatorvoslás rendben van Magyarországon. Én azt gondolom, nem lehet okunk panaszra, hol tart a Fejér megyei állatorvoslás. Jól tart. Jó helyen tart. Az 17-es év szerencsésé volt a számunkra, hiszen a 16-ba beköszönt baromfi influenzát sikerült lefolytani, és az idén nem is voltak kitörések, tehát ilyen szempontból szerencsés évünk volt, de hát ebben azért kollégák rengeteget dolgoztak elsősorban az Alföldön. Másrészt az afrikai sertéspest is, amitől annyira félünk, az még szerencsére nem köszöntött be. Kicsi az esély, hogy elkerül bennünket, ezt reálisan látni kell, de azt gondolom a szakmán felkészült rá. Egy ilyen emléknap azon felül, hogy az év állatorvosa, az év állategészségügyi dolgozó, illetve az életműdíjon túl, melyek azok a kérdések, amelyek leginkább szóba kerülnek? Hát jelenleg az afrikai sertéspest is, ami legjobban érdekel bennünket, folyamatosan felkészítő tanfolyamok vannak, hatósági állatorvosok, magánállatorvosok és az állattartók kapcsolata erősödik, a szakhatósági járványvédelmi fertőtlenítés és egyéb izolációs dolgokat tekintjük át, tehát ez a, most azt hiszem a legfontosabb kérdéskör. Emellett nyilván ünnep is van, karácsony előtt vagyunk, minden évben megcsináljuk ezt a együttlétet, azt mondhatom, hogy ez egy olyan ünnepi együttlét, amikor egy kicsit ünnepeljük azt, hogy dolgozunk, hogy megvagyunk, a szakmánkat, a szakmánk megbecsülését. Tehát azt gondolom, a szakma és az ünnep összefér. 14 esztendeje emlékezünk a Kulcsi hatokra, az ő második otthonukban, és 14 esztendeje bizonyosodhatunk meg ezen a napon arról, hogy az állatorvos társadalom folyamatosan figyel a múltra, ugyanakkor figyelemben tartja a jövőt is, és ez a záloga annak, hogy az agrárium egyik legfontosabb részterületén az állategészségügyben rendben menjenek a dolgok. Hogyan most ma a magyar állatorvoslás, miként látja? Biztos vagyok benne, hogy a magyar állatorvos képzés, hiszen én az Állatorvos Tudományi Egyetem rektoraként tudok nyilatkozni, az felívelő pályán van. Azáltal, hogy tavaly visszanyertik az önállóságunkat, hiszen 2000-ben betagozódtunk a Szent István Egyetembe, és egy állkarra lehettünk. Tavaly július 1-től újra önálló a 230 éves magyar állatorvosképzés, ami idén megkapta a Magyar Örökség díjat is. Európában 98 állatorvosképző intézmény van, és ebből hetedikként minket a két lépcsős rendszerbe akkreditáltak, de valahol ennél jobbak vagyunk, az ötödik, negyedik, ötödik helyen vagyunk Európában. Ez különös jelentőséget ad ennek az, hogy amikor a magyar felsőoktatás annyit küzd az elismertetéséért, a rangsorokért, akkor ha állatorvost állatorvossal hasonlítanak, akkor mi bizony előkelő helyen vagyunk. Fontosnak ítélem meg azt, hogy az oktatásunk három nyelven történik. Magyar, német és angol nyelven. A idegen nyelvi hallgatóink teszik ki a hallgatói létszámnak a 66%-át, tehát kétharmada idegen nyelvű képzés. A költségvetésünknek 80%-a körülbelül saját bevétel. Nyugaton, ahol 60% saját bevétel, azt úgy hívják, hogy magánegyetem. Én úgy gondolom, hogy előttünk egy igen komoly jövő rajzolódik ki. Európában mindenütt elfogadják a diplománkat, mindenféle honosítás nélkül, és pont ez jelzi, hogy 39 országból érkeznek hozzánk hallgatók. És most kezdjük el az amerikai akkreditációt. Ez nem azt jelenti, hogy azt szeretnénk, hogy a mi hallgatóink Amerikába menjenek dolgozni, de még nagyobb válogatási lehetőségünk lesz ezáltal a jó és kiváló hallgatók között. Hiszen idén az átlagpontszámunk 20 ponttal volt magasabb a felvételi pontszámunk, mint az orvosegyetemek átlaga. Tehát valahol az magyar állatorvos képzés, ami be kell, hogy mondjuk maga az állatorvos képzés egy kicsit érzelmileg is determinált, hiszen azért jönnek nagyon sokan ide, mert szeretik az állatot. Óriási a társadalmi elvárás, hogy a kedvtelésből tartott állatokat kiválóan gyógyítsuk. Ugyanakkor a legfontosabb célja az állatorvoslásnak, ami államilag támogatandó, az biztos vagyok benne, hogy a járványvédelem, az élelmiszerbiztonság,
hiszen a világot is és magunkat is az érdekli legjobban, hogy milyen élelmiszer kerül az a magyar emberek asztalára. Ezen a napon miként kell emlékeznünk a 21. században a nagy elődökre, a kulcsihatokra. Azt hiszem, hogy ez az ünnepség mindig méltóságot ad ennek a történetnek. Az állatorvosok, és különösen mi az Állatorvosi Egyetem, igen nagy hangsúlyt tettünk a múltunkra, a gyökereinkre. Biztos vagyok benne, hogy van jelenünk és jövünk, de csak és kizárólag szilárd talajra, kemény sziklára, a múltunkra, a nagy professzorainkra tudunk támaszkodni és építkezni. Itt kulcson olyan világhírességek, olyan nagyságok éltek, olyan nagyságoknak emeltünk szobrot, amelyik világviszonylatban egyedülálló. Hát ha csak a Hutira Marek könyvet említem, amelyet a világ 13 nyelvére fordítottak le, és csak a német kiadásból 16 kiadást ért meg. Állatorvos generációk nőttek fel az ő könyvükön a világban mindenütt, mert Kínától egész Dél-Amerikáig, vagy Észak-Amerikától Olaszországig mindenütt az ő belgyógyászat tankönyvükből tanultak. Vagy éppen Gaudier Endre, akinek ma állítottunk szobrot. Az európai hírű sebész, az európai hírű lóspecialista, aki a versenylovaknak szentelte az életét, az angol telivéreknek, és az európai versenypályákon ő ugyanúgy ünnepelt csillag volt, mint állatorvos, mint a futó lovak között is egy-egy nagy csillag kitűnt. Az ünnepségen átadták a Lantz Endre életmű, az év állatorvosa és az állategészségügyért díjakat. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!